Mondd csak el neki, hogy azt hiszed, hogy a levegőbe pofál? Na, mondd el neki, hogy még kicsi voltam, nagyon voltak a szomszédaim. Vini 16 éves volt. 14. Jóha. Az egyik nagybácsot hozták át Olaszországból, a gyereknek felnőtt a bevándorlásért. A fiú? A saját munkát. Megőrült? Utána mi volt, azt mondta. Márko! Edi? Márko vagyok. Az öcsém Rodolfo. Rodolfo. Ez szörnyű volt. Öt testvére volt meg az apja. Elkapták a gyereket, húzták lefelé a lépcsőt. Öt emeletet. A feje, mint a kókuszdi jó. Úr azt mondott, hogy menjünk, mi megyünk. De hogy ment? Ez kis lakás. De talán nekünk is lesz nem sokára saját helyünk. Örülök, hogy itt vagyok, Márkó. Van itt helyet. Aztán kint az utcán legkövőség. Az apja meg a testvérei. Az egész szomszéd csak szomorú. És aztán mi lett volna? Nem láttam őket. Az ilyen nem meri visszatolódni a pofáján. Nem egészen értem, mi közöm az ügyhöz. Most nem illegális, hogy egy lány belesik egy bevándorlóba. És ha az a fiú csak a papírokért csinálja? Hirtelen valaki énekel, érted? Értem. Itt a falon is ülem, a komolyan.